Egy karcagi telephely pelletkészítő berendezésének hűtési rendszere meghibásodott. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a hűtési rendszer belső része kigyulladt, ami során a kiáramló láng és forró levegő három dolgozót megsebesített. Felhívjuk figyelmüket, hogy megrázó tudósítás következik. Egy karcagi telephely pelletkészítő berendezésének hűtési rendszere meghibásodott. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a hűtési rendszer belső része kigyulladt, ami során a kiáramló láng és forró levegő három dolgozót megsebesített. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint egy személy életveszélyes, további két személy könnyű sérülést szenvedett. A karcagi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt folytat büntető eljárás. A katasztrófa védelem szóvivője is a helyszínre érkezett. Robbanás történt ma délelőtt egy karcagi József Nádor úti üzemben. Az esethez a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a helyszínre kiérkezve tüzet nem találtak, de a biztonság kedvéért kettő darab vízsugarat szereltek meg biztosítás céljából. Az egyik vízsugarat a tetőre telepítették, ott találtak némi izzást, parázslást, ezt megszüntették. A helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is érkeztek. Azt, hogy pontosan mitől következett be a robbanás, azt majd a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében fogja kideríteni.